Üdvözlök én is mindenkit, nem szeretném nagyon sokáig húzni. Beszeretném jelenteni, hogy ezen befejezem az aktív pályafutásomat. Igazából ez nem egy hirtelen történő dolog, hanem azért ez egy átgondolt és megfontolt dolog. Többször hangsúlyoztam, hogy a 12 éves Bundesliga karrierem során ott lettem profi labdarúgó, és ott is szerettem volna befejezni az aktív pályafutásomat, ez volt mindenképpen a célom, a legmagasabb szinten elkezdeni és a legmagasabb szinten befejezni. Volt egy, egy éves kitérőm, de ettől függetlenül azt mondom, hogy nagyon büszke vagyok erre a 12 év Bundesligára, arra, hogy négy különböző Bundesliga csapatban szerepelhettem, az, hogy jelenleg a legeredményesebb magyar labdarúgó lehetek a Bundesligában, az, hogy két csapattal Bajnokok Ligában szerepelhettem, az, hogy mind a két bajnokok ligája szereplésben kivettem elég komolyan a részemet, az, hogy ez idő alatt lehettem folyamatosan válogatott játékos. Valójában a válogatott pályafutásomról ugye már múltkor sokat beszéltem, és elmondtam mindent. Ez egy nagyon logikusan átgondolt és felépített döntés volt mind a válogatott részére, illetve az, hogy utána az aktív pályafutásomat hogy szeretném befejezni. A cél az valójában már tavaly nyár volt, aztán idén nyár lett, de, de, de ez egy átgondolt és, 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 teljesen megfontolt döntés. Aki ismer, azt tudja, hogy mindig is a legmagasabb szinten és nagyon a legmagasabb profi körülmények szintjén, itt nem csak a körülményekről van szó, hanem főleg a, a szakmai tudás oldaláról szerettem nap, mint készülni és megbirkózni a legnehezebb feladatokkal, úgyhogy ez mindig a szemem előtt volt, hogy hogy ö, ott kezdtem, és ott is szeretném befejezni. Ö, röviden így ö, részemről ennyi. Természetesen ö, készen állok bármilyen kérdésre, illetve bármi olyan dologra, ami, ami érdekelne titeket. Ö, úgyhogy akkor hallgatok mindenkit. Ö, köszönöm a kérdést. Igazából ugye az utolsó kérdésedet még azt igen, azt elfelejtettem elmondani itt a saját mondani valómban, hogy azért ennyi év után ugye, amikor az ember ilyen 15-16 évesen kikerül a külföldre, és ennyi áldozatot hoz azért, mert, mert külföldön él, és elhagyja elhagy a saját országát a karrierje miatt, akkor azért büszke vagyok, hogy, hogy, egy ilyen karriert sikerült összehoznom, de nagyon büszke vagyok, és nagyon honvágyam volt, hogy végre itt lehetek. Azt a fajta tudást, illetve azt a fajta tapasztalatot, amit átéltem, azt szeretném mindenképpen először elsősorban itt hokamatoztatni, hogyha erre van rá lehetőség, illetve olyan lehetőség, ami, 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 engem is megmozgat. Azért azt tudjuk rólam, hogy szeretek olyan dolgokat elvállalni, amiben, amiben százszerzalékosan tudok azonosulni, és nem pedig gyorsan csak azért valamit elvállalni, hanem igenis hozzá tudjam rakni maximálisan a szakmai tudásomat. Hmm ez az elsődleges célom, aztán, hogy ebből mi lesz, ezt majd a, a, következő hónapok, évek eldöntik. Az, hogy a legszebb, leg, legrosszabb élmények, a legszebb élményem az mindenképpen tényleg, ahogy említettem, négy különböző klubban szerepelni, azok a stadionok, azok a mérkőzések, azok a teltházak, az a fanatizmus, ami, ami, ami az egész Bundesligát körülvette, az, az, így az, az nehéz valamit is így, így kivenni ezekből az élményekből, tehát bármennyire van egy karrierbe sérülés, vagy rossz élmények, vagy nem játszik az ember, vagy kirakják a keretből, és tovább, és tovább. Így összességében tényleg erre a 12 évre azt tudom mondani, hogy, hogy képtelen vagyok valamit pozitívan, illetve negatívan kiemelni, mert ez egy olyan dolog, illetve olyan ajándék, egy olyan megdolgozott ajándék számomra, amiért az életem végéig mindig is büszke leszek, hogy ismét elmondom, ott lettem profi labdarúgó, és így tudom befejezni. Mb1.hu, ki lett a legjobb barátod a labdarúgás világából, és hogy a, az Mb1-es meccsek nem hiányoztak el, ezt azért kérdezem, mert mondtad, hogy itthon szeretnéd kamatoztatni a tapasztalataidat, nem gondoltál-e arra, hogy, hogy játékosként is még esetleg? Köszönöm. Szerintem azért már volt pár interjú, ahol, ahol elmondtam, hogy nem tervezem azt, hogy itthon az Mb1-ben szerepeljek, ettől függetlenül természetesen összejöhetett volna, hogy, hogy itthon szerepeljek, de, de, ez nem volt a céljaim közt, és nem is gondoltam arra, hogy itthon szeretném. Azért, hogyha az ember tényleg a, ezen a szinten lehet, és a világ legerősebb bajnokságában ott lehet, akkor szeretné azt, hogy vagy legalábbis nálam így volt, hogy szeretném, hogyha úgy emlékezzenek vissza rám, hogy ott volt, és ott is hagyta abba. Kérdésedre válaszolva, mi volt az első? Bocsánat. Legjobb barátom. Azért a labdarúgásban tényleg évente változik, ugye általában a keret, és, azért a barátság, nagyon sok olyan barátság születik, ami ami barátság, de nem az, az, igazi barátság. Rengeteg, tényleg, tehát, rengeteg olyan barátom van, akivel, akivel jó viszonyban vagyok, viszont ilyen nagyon-nagyon-nagyon mély barátságok, kettő-három van, igazából most erről nem szeretnék beszélni, de, de próbáltam megválasztani, vagyis nem megválasztani, hanem tényleg arra a barátságra építeni, ami, ami, ami tényleg barátság. Molnár Mátyás vagyok az M4 sporttól. Köszönjük a szép pillanatokat, és gratulálunk ezzel a pályafutáshoz. Itt van a családod, és pár nappal ezelőtt Nikolics nem anyja is bejelentette a visszavonulását, és ő azt mondta, hogy a döntésben fontos faktor volt, hogy a gyerekek már nem szerettek volna költözgetni, hanem szerették volna, hogyha az édesapjuk az édesapjuk lesz. Szóval ez a része, ez mennyit számított a döntésedben? Gondolom, hogy ő még nem szól bele ilyen értelemben a karriered építésébe vagy lezárásába, de egyrészt mennyiben számított az, hogy családod van, másrészt pedig mit jelent számodra, hogy most ők itt vannak veled? Ez az első kérdésem lesz még. Természetesen ez egy óriási dolog, és nagyon-nagyon hálás vagyok. Ő is. Ö, igen, tehát próbálom kivenni ö, max, maximálisan a, a részemet az a apaságból, illetve az, hogy, hogy családom van, és, és, és a minden időmet azon lenni tényleg, hogy, hogy a, a legjobb legyek ebben. Ö, most, hogyha úgy alakult volna még, hogy talán pár évvel előbb jön, és, és, és még mindig a legmagasabb szinten tudok focizni, akkor lehet, hogy más lett volna a szituáció, de a családalapítást is valahogy azért már úgy terveztem, hogy amikor, amikor, a karrier vége felé vagyok, bármennyire tudom, ezt nem lehet előre megtervezni, de amikor már a vége felé vagyok, és legyen a legtöbb időm a, a szeretteimre, akkor ez így teljesen jól passzolt. Ez az örökség egyik része, a másik része pedig az, hogy hogy látod most a válogatottat, a csapatot, Szoboszlai Dominikot átvette az örökséget, átadtad neki pár hónappal ezelőtt, de már van ilyen értelemben tapasztalatod, hogy látod mennyire tudják továbbvinni azt az örökséget, amit te és ti fölépítettetek korábban. Ugye most már nem vagyok benne így a, a, a mindennapi dolgokban, én csak arról tudok beszélni, hogy van egy cél ebből a csoportból, az pedig nem más, mint a kijutás. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban ezzel a négy ponttal és a következő itthoni mérkőzésünkön a, a legeslegjobb legjobb szituációból várja a magyar válogatott az előttük álló feladatot. Az, hogy vannak mérkőzések, ami, 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 nem pont úgy alakul kinézetre, vagy, vagy nem minden stimmel, de azt azért tudnunk kell, hogy a mai világban azért a két válogatott közötti különbség az olyan kevés és olyan kis dolgok döntenek egy-egy mérkőzésen, ami, ami, amit láthattunk, tehát attól, hogy megvettük az angolokat, meg a németeket, ott is láthattuk, hogy milyen kis dolgok döntenek valójában, ugyanígy, hogyha talán olyan csapatok ellen játszunk, akik, akiknél sokkal esélyesebbnek mondják a magyar válogatottat. Azért Montenegróban, idegenben egy pontot hazahozni, és ilyen pozícióban várni az előttünk lévő mérkőzés, az, az, az mindenképpen nagyon előnyös. Most be kell húzni a következő mérkőzést. Bence. Szia, Borból Bence, a Nemzeti Sport, Én is gratulálok karrieredhez. Bementél, most nyilván srácokkal találkoztál, de volt -e hogy egy közös pillanat, összegyűltetek és közölted velük a, a, döntésedet, vagy ezt, ezt ők már azért tudták, sejtették? Nem mégpedig tanultam a múltkori hibámból, amikor ugyanis már úgy ültem ide, hogy már mindenki tudta a közületek, úgyhogy most sikerült mindenkit átvernem, ezért is ajánlottam fel, hogy bátran kérdezetek tőlem, ugye akkor mondtam, hogy akkor nincsenek kérdések, úgyhogy ezt nagyon okosan tanultam a hibámból, és most úgy ülök itt, hogy szerintem, amikor kimegyek, akkor fogják megtudni, hogy mi a helyzet. Ádám, én is szívből gratulálok, mit adott neked a futball, és nem csak a 12 évre gondolok, hanem úgy összességében. És te mit adtál a futballnak, illetve meg azt kérdezném, hogy szerinted, ha egy kisgyerek példát szeretne meríteni, vagy példát belőled, akkor akkor mi az, amit a leginkább megtanulhat tőled? Köszönöm. Hú, hát ez egy elég, ez egy elég teljes kérdés. Talán, ami egyből a az eszembe jut az mindenképpen az, hogy milyen nehéz feladatok elé állított, ugyan, hogyha ilyen fiatalon valaki kimegy a családja nélkül, és, és milyen napi szinten milyen nehéz döntések előtt van egy fiatal, akinek folyamatosan a, a munka és a munka és a munka, és egyszer csak várja, hogy, hogy ez be fog érni, és, és, és vissza fogja kapni ennek a gyümölcsét. Ez mindenképpen nagyon nehéz volt számomra, viszont egyre. Erősödtem tőle, és, és megtanított az élet más területeire is. Tudom, hogy ha fociról beszélünk, akkor az csak egy sportág, és vannak az életben sokkal nehezebb dolgok, illetve problémák, de mindenképpen a labdarúgás, illetve ez a folyamatos versenyhelyzet, az alkalmazkodás, az megtanított az élet más területein is úgy kezelni a dolgokat, illetve a, 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 egy családalapítás, vagy bármilyen olyan más dolgokat kezelni, hogy ezt mind a labdarúgásnak köszönhetem. köszönhetem. Az, hogy én mit adtam a labdarúgásnak, az nem szeretnék így nagyon az én eredményeimről beszélni. Szerintem az elején már elmondtam az, hogy Két bajnokok ligája, mindkettőnek a kiharcolása, a válogatott sikerei, az, hogy honnan indultam a válogatottal, és jelen pillanatban, hogy tudtam elhagyni a válogatottat, azok a Bundesliga gólok, a megnyert mérkőzések, vagy visszautalva a kollégának a kérdéseire, a barátságok, amiket adtak. Úgyhogy ezeket így összevéve mindenképpen tényleg hihetetlen büszke vagyok ezekre az évekre.